Szerdán tovább folytatódott az Istók Margit emlékhét, ezúttal egy megyei zongora versennyel emlékeztek meg Makó egykori zongora pedagógusáról. A versenyen 56 ifjú zongorista mérettette meg magát, akik Csongrád megye 11 művészeti iskolájából érkeztek, Szegedről, Kistelekről, Mórahalomról, Csongrádról, Szentesről és természetesen a házigazda Makóról. A szervezők két zeneszerzőt hirdettek meg, akik egy-egy művét kellett eljátszaniuk a diákoknak. A kötelező művek között Bach és Bartók szerepelt. Azért választottuk Bach és Bartókot, mert Margit néni kedvencei, kedvenc zeneszerzői voltak, és ő azt mondta, hogy aki zongorázni tanul, annak kell tudni Bartókot is és Bachot is játszani. Igazából 20 éve nincs velünk a Margit néni, és az ő emlékére hirdettük meg. Úgy tervezzük, hogy 3 évente lesz ez a zongora verseny, és remélem, hogy legközelebb már nem megyei, hanem területi versenyt tudunk szervezni. A Makói általános iskola képviseletében 10 diák ült a zongorához, előképzősök és bétagozatosok egyaránt. Ők olyan picik, nekik ezek nagyon nehéz művek voltak, Bachot játszani, meg Bartók Mikrokozmot, úgyhogy ők átlagozatosak még nagyon kicsik. A szegedi Királykőnik Péter zeneiskolából is érkezett egy kis diák, aki egy éve tanulja a zongorázás művészetét. Remélem, jól sikerült, és úgy, izgultam nagyon. A zsűri tagjai közt foglalt helyet a nagy sikerű és világhírű zongoraművész Szentpéteri Csilla, aki Istók Margitnál bontogatta szárnyait, és ezúttal szülővárosában pontozta a versenyzőket. Nagyon-nagyon sok tehetséget láttam. Tehát az volt az érzésem, hogy ha jó kezekbe kerülnének a gyerekek, akkor megvan az utánpótlás, mert ez a legfontosabb. Szintén zsűrizett a makói származású egyetemi tanár dr. Kerek Ferenc, úgy szintén egykor Istók tanítvány. Az mindig nagyon bízható, ha muzsikusként azt látjuk, hogy van utánpótlás, tehát a zeneszeretete révén rengeteg mindenhez hozzá jutnak a gyerekek, sokkal nyitottabbak lesznek, sokkal több minden mást is könnyebben tanulnak meg, és így ez nagyon jó, hogy a koncentrációra neveli őket, és annak meg ugye, gyakorló muzsikusként még inkább örülök, hogyha valaki pályára is készül, és itt egy-két kisdiáknál már úgy tűnt, hogy talán a későbbiek során pályára megy. Thank you.